A mindennapi rossz legyőzéséről beszélt húsvét hétfői imájában Ferenc pápa lakosztályának Szent Péter térre néző ablakából. A mennyek királynőjéhez intézett fohászában a katolikus egyházfő arra figyelmeztetett, hogy Krisztus teljesen és véglegesen legyőzte a rosszat, de az emberekre vár, hogy a győzelmet mindenkorban befogadják. A katolikus egyházfő beszéde végén békés húsvétot és jó ebédet kívánt a bazilika előtt összegyűlt tömegnek. A Vatikán bejelentette, hogy Ferenc pápa magánlátogatást tesz a Szent Péter bazilika alatt lévő ókori temetőben, és imádkozik Szent Péter sírjánál is. Az új pápáról egyelőre alig van fotó a hazai kegytárgyboltokban. Az olasz kegytárgykészítők húsvét utára ígérték csak a szállítást. Ebbe a pécsi kegytárgyboltba húsvét előtt 3 nappal érkezett meg az új pápa fotója, noha Jorge Mario Bergoglio-t, Buenos Aires érsekét március közepén választották meg. Ha tudtuk volna előre, hogy ő lesz a pápa, akkor értem, hogy már az üzletekben lenne a kegytárgy. De így, hogy ez ilyen hamar történt, húsvét előtt egy-két, talán másfél héttel vagy 2 héttel korábban történt, most időben nem tudom. Így én nem csodálkozom azon, hogy nincsen kegytárgy róla. Ja, az olasz készítőkre vagyunk hivatkozva. Az üzlet tulajdonosa azt mondja, kevés idő telt el a választás óta. Rómából már rendelt Ferenc pápához köthető tárgyakat, de a szállítást az ünnep utánra ígérték. Mindenki türelemre intek, hogy duskáljanak a különböző kegytárgyfélékben, de ismerve Ferenc pápánknak a jellemét, habitusát, én azt gondolom, ő szeretné legkevésbé, hogyha egy ilyen szuvenír biznisz elindulna az ő neve alatt, ettől mi magunk is távol tartjuk magunkat, szeretnénk inkább olyan értékeket közvetíteni, amik lehetőleg az ő írásaiból fakadnak, ami mindenki számára eljut. A lemondott 16. Benedek pápáról többféle kegytárgy, képeslap és könyv kapható az üzletben, ahogy elődjéről, II. János párról is.